Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, mi szó is augusztus 20-án. Ma Magyarországon nagy ünnep van, és érezzétek jól magatokat. Mi történik a mai napon? A hold a Purva Palguna holdházban található. Ez azt közli velünk, hogy volt valami a múltban. Itt vannak emlékek. Ti türelmesen vártatok arra, hogy ez beteljesedjen, és most eljött az idő, hogy hamarosan, az is lehet, hogy a mai napon, ez beteljesedik. Nem szabad, hogy feladjuk a reményt. A hold egy jó kapcsolatban áll Vénusz bolygóval. Mindkettő mutatja a nőies energiát. A hold inkább utal az anyai érzésekre, a Vénusz pedig kihat a szerelmi élet területére. Mivel ez jó kapcsolat, szerencsét hoz a párkapcsolat területén. Merkur bolygó kihat a kommunikációra, és van egy hatás Regulus csillagtól. Tegnap említettem azt, hogy ez a csillag a királyok és az uralkodóknak a csillagja. De kihat ránk is. Uralkodni kell a beszélgetések felett. Jól meggondolni, hogy mit mondjunk, és miről hallgassunk. Amennyiben szerződésekről van szó, ott át kell nézni a dolgokat. Holnap lesz egy különleges nap. A hold az mozog a Föld körül, és holnap eléri azt a pontot, ami a legközelebb áll a Földünkhöz. Ezt úgy nevezzük, hogy Lilith energia. És ez a Lilith energia mező kihat ránk, kihat az érzelmeinkre, a vágyainkra, az álmainkra. Mivel ez közel áll a Földhöz, ez megvalósítható. Tehát ma kívánhatunk valamit, ami esetleg holnap beteljesülhet. De erről holnap újra be fogok számolni. Nem csak a hold mozgása, mivel közeledik a Földünkhöz, hat ki az érzelmeinkre, a vágyainkra, az álmainkra, hanem lesz itt egy változás, és azt kivált egy hold-uránusz-trigon kapcsolat. Ez szerencsét hoz. Melyik területen? A holdnál érzelmekről van szó, az kihat a párkapcsolatra, de a hold szimbolizálja az anyai kapcsolatot, az anyai érzéseket is. Uránusz bolygó mindig változásokat jelent, vagy egy meglepetést. És ez volt a mai felvételem, Mizós, augusztus 20-án. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!